A mai zárónap piákeres felvonulással kezdődött, majd a szélmalomnál különféle gyermekjátékokra, művelődési műsorra és pörköltfőző versenyre került sor, de a falu vendégei voltak a szabadkai oldtimer motoros klub tagjai is. Annak idején, amikor ezt kitaláltuk, az volt a célunk, mivel a toromi falunap az novemberre esik, hogy találjunk egy olyan időpontot, ahol hát össze tudjuk hozni az embereinket, nem egy zárt térre, hanem egy ilyen nyitott, több napos programra, és ennek hál' Istennek most már a hetedik alkalommal kerül, erre már a hetedik alkalommal került sor. Ez az idén 3 napos volt. Most először versenyen kívül is főszedtek a jelentkezők, a hangsúly azonban mégis a pörköltön volt. Egy vidám, fiatal oromi társaság szakácsa a pörkölt egy igen különleges változatát főzte éppen. A konkrét titok nincs ugyanúgy, mint mindenki más, csak még egy-két kis tömény alkollal megfűszerezzük. Ez a titok. Hát eddig, amit próbáltunk, az a beherovka, meg barackpálinka. Bevallom őszintén, én nagyon sok főzőversenyen vettem már részt, de még ilyet senkitől sem hallottam, hogy bármit is beletesz tömény alkohol. Inkább csak a bort szokták úgy kicsit locsolgatni bele, de ilyesmit nem hallottam. És mit kiérzik az majd valamilyen formán rajta, vagy ad neki valami különleges ízt? Amikor először próbáltuk, vagy főztünk ilyet, akkor nagyon jó lett. Mindenki azt mondta, hát most is megpróbáljuk, aztán megkiderül, hogy a zsűri mit mond, hogy nekik tetszik-e. A Magyar Kanizsai Kőrös Gasztroklub tagjaiból álló zsűri értékelése szerint a legjobb borjú pörköltet az oromi Magos Jernő főzte. A második helyen is 2 oromi szakács, Lékó Zoltán és Mihály Tibor osztozott, Milutinovics Attila jó voltából pedig a 3. díj is odomon maradt.